Sziasztok! Most jöttünk haza egy bevásárlásból, ami tulajdonképpen nem akartunk nagy bevásárlást csinálni, mégis hát az átlagosnál egy kicsit nagyobbra sikeredett. És úgy gondoltam pont ezért, hogy akkor oké, legyen most egy ilyen spontán food haul videó. El is kezdem, mert hogy elég sok minden van, és megmutatom szerintem így a legérdektelenebb dolgokat. Először is, ja igen, a Penny-ben voltunk, én nagyon szeretek a Penny-be járni, én otthon is, Magyarországon is szerettem a Penny-t, itt is szeretem, mert szerintem tök jó a kínálatuk, tök jó akcióik szoktak lenni, és igen, úgyhogy a Penny-ben voltunk, most máshol nem is kellett bemennünk, vettünk vécepapírt. Ez ugye mindig kell, közben Radagaszt éppen felugrott az asztalra, nem tudom, hogy megmozdult-e a kamera. Konyhai törlőkendőt, erre is többnyire szükség szokott lenni, mert én használom takarításhoz. Aztán vettünk egy 6-os pak Pepsi Light-ot. Tudom, hogy nem egészségesek a szénsavas üdítők, viszont Martinnak van egy ilyen, úgymond dilie, hogy mindig kell a hűtőben legyen egy hideg kóla, és én is szeretem néha inni, úgyhogy ha már üdítő, akkor legalább light verzió legyen. Aztán nem tudom, hogy ezt fel tudom emelni, mert már leszakadt a füle. De, ó, igen, sikerült. Radagasznak ezt a macskalmat szoktuk mindig megvenni a Ketszántól. Jaj, Istenem! Hú, igen, ez azt hiszem, hogy 10 literes, és most akciós volt 7 euróért a Penny-ben. Ilyenkor szoktunk belőle venni 2-3 csomaggal is, viszont most az utolsót hoztuk el. Mindegy, annyira nem is akartam belőle feltankolni, mert ahogy már egy videóban említettem, elköltözünk december végén, és hát macskalmat azért nem akarok majd magammal cipelni, és ez valószínűleg elég lesz addig. Illetve, hogyha mégsem, akkor elég lesz majd kicsit venni hozzá. Ja, és ami még nagyon-nagyon fontos, hogyha esetleg csillog a fejem, akkor azért, mert igaz, csak 2 emeletet másztunk meg, de úgyhogy volt rajtam egy teli hátizsák, és 3 tele szatyor. Úgyhogy elnézést, egy kicsit melegen van, és annyira-annyira örülök, mert az új lakás, az a 6. emeleten van, de képzeljétek, lesz lift, úgyhogy ott nem kell majd ennyit lépcsőzni. Na, haladjunk tovább. Nem igazán tematikusan fogok haladni, de nem is tudom, hogy mi hova került. Vettem tejet, ebből nekem ennek a Béren márke, szóval szerintem ez a tej nagyon-nagyon finom, és most akciós volt, úgyhogy vettem 2 darabot. Azért nem többet, mert elég kicsi a hűtőnk, és igen, nincs benne túl sok hely. Aztán egy sima kék lemörőblítőt is vettem, mert az előző éppen elfogyott, és ma szombat van, úgyhogy ma ilyen mosásnapot is tartok. Aztán, hát igen, ez is egy ilyen üdítő, ez áfonyás, ez is zéró. Néha elcsábulok, és ahogy Martinnak a light kóla, vagy hát a hideg kóla a rigójája, úgy nekem a narancslé, tudom, hogy a legjobb lenne, hogy facsarnám magamnak a narancslevet, viszont reggelente nekem szükségem van egy pohár narancslére, lehetőleg hidegnek kell lennie, és nem igazán szokott lenni időm arra, hogy én leálljak magamnak facsarni a narancslevet, és ebből rögtön 2 üveggel vettem. Nem tudom, milyenek a fényviszonyok, ahogy látjátok, a konyhában vagyok. Ez van, a food haulok azok ilyenek szoktak lenni. Na, a hátizsákom közben már üres, hála Istennek, úgyhogy jöhet a többi 5000 táska. Nézzük, itt van egy nagy szatyor, és ennek a tetején, hoppá, a tetején van egy ananászlé. Van itthon malibum, amit én nagyon-nagyon szeretek ananász, vagy őszi barac, vagy almalével inni. Én úgyhogy ezt ahhoz vettem. Van itt egy 10 darabos tojás. Remélem, hogy nem a kamera mozog folyamatosan, hanem csak a tükör, ami mögöttem, hogy lássam magamat. Aztán van itt ilyen buttergeműze, ennek az a lényege, hogy zöldborsó, répa, karfiol és kukorica van benne, egy kis darab vajér, úgyhogy ezt nemes egyszerűséggel így unblock bele lehet önteni egy edénybe, vagy egy kis serpenyőbe, és pár perc alatt megpárolni. Az a holnapi ebédhez lesz majd. Van itt kenyér, ilyen kenyeret vettünk most, ez ilyen több magvas kenyér. Igen, amikor ugye hétközben mindig szoktam magammal ebédet vinni, amikor dolgozom, és többnyire szendvicset szoktam magamnak csinálni, vagy salátát viszek. Közben Radagaszt épp a petrezselyemmel játszik, remélem nem fogja lelökni a konyhaasztalról. Igen, ezt hallhattátok most, ügyes vagy, Radagaszt.
Van itt sima vaj, aztán mostanában iszonyatosan rákattattam a pisztáciára, nem tudom, hogy mi történt velem, viszont oda meg vissza vagyok érte, meg úgy unblock így a magvakért, úgyhogy került egy pisztácia is a kosárba, ez nem sózott. Aztán Radagasztnak vettem száraz macska eledelt, én mindig ezt a purinavánt veszem neki, és ebből most a csirkéset kapta meg, csak kinyögöm végre. Aztán holnap reggelire vettünk olyan zsomlét, amit a sütőben lehet kisütni, ez azt hiszem, hogy igen, ez is ilyen több magvas, és hogyha jól tudom, akkor nem teljesen full corn, de félig meddig igen. Ezt, ugye, ahogy mondtam, a holnapi reggelihez vettem. Aztán van itt ilyen kis zacsiban avokádó, amiben van 4 darab avokádó, és tökre meglepődtem az áron, mert többnyire 1 darab avokádó szokott akciósan ilyen 99 cent körül lenni, és ez került 1,59 euró, hogyha jól emlékszem, szóval nagyon-nagyon jó áron volt. Én szeretem az avokádót, szeretek avokádókrémet készíteni, guacamolét, szeretem salátába is beletenni, vagy egyszerűen tonhallal, vagy tonhallal, vagy avokádós tésztát készíteni, úgyhogy szuper. És ami még ebben a szatyorban így, ja nem, még van benne valami, krumpli. Ezt is ugye szeretnék levest főzni majd ma vacsorára, egyrészt ahhoz vettem, másrészt holnapra. Nem tudom még, hogy csak sima főtt krumpli lesz, vagy burgonyapüré, azt még nem döntöttem el, majd megkérdezem Martint, hogy mit szeretne jobban. Illetve van itt egy ilyen kis igló fagyasztott fűszerkeverék, amiben 8 féle fűszer van. Petrezselyem, hát a dill és a kressze, az fogalmam nincs, hogy magyarul micsoda. A dill az a kapor. Igen, nem mindegy, hogy ilyen 8 féle keverék van benne, és ebből is majd ebbe a ragulevesbe szeretnék tenni, ami ma lesz majd, ha minden igaz, terítékem. Jó, az kiürült, oké. Jöhet a következő szatyor. Van itt gomba, ez is szintén a mai levesbe, illetve majd utána hétközben lehet, hogy valami salátában is. Martin nagyon szereti a savanyú káposztát, és én nem igazán szeretek vele szőszmötölni, az az igazság, úgyhogy nemes egyszerűséggel egy ilyen csomagot szoktunk megvenni. Ez elég finom is, és szerintem ezt már láttátok amúgy nálam így futhalban, mindegy, most is vettünk. Aztán vettünk paprikát, ami, hát most marokkói, nem magyar, de tudjátok, ez a piros hegyes paprika, én ezt szeretem a legjobban salátába is tenni, meg úgy, csak úgy szendvics mellé is szoktam a kis lunchboxomba tenni magamnak. Radagasz kapott megint ilyen snacket, amit nagyon-nagyon szeret, nem tudom, hogy lehet megenni, mert szerintem undorító, de ő mindig megőrül érte. Aztán van itt egy üveg borsó és répa együtt. Nem, Martin nagyon-nagyon szereti ezt a borsó-répa köretet, úgymond. Nem tudom, hogy ez ilyen tipikus német dolog, de szerintem otthon én még ilyennel nem találkoztam. Viszont én lehet, hogy egy finom főzeléket fogok majd belőle készíteni, ezt még nem döntöttem el. Nézzük, mi van itt. Van itt 2 darab joghurt. A Müller Frupp márkának van egy ilyen cseresznyi és stracciatellás joghurtja. Én nem igazán szeretem a joghurtokat, Martin elég sokszor szokott venni, és talán mindig ki kell dobnunk, amit utálok, viszont ez tök jól nézett ki, úgyhogy úgy voltunk vele, hogy oké, akkor megkóstoljuk. Illetve ami egy édesség, az ez a karamellás keksz, ostya, nem tudom, hogy ezt minek hívják pontosan magyarul, hát ez sajnos chili 2000, rengeteg kalória van benne, viszont hát finom, úgyhogy néha van, hogy ezt is egy-két darabot viszek magammal a munkába. Aztán van itt tejföl, engem mindig kinevet Martin is, illetve hogyha az anyukájával megyünk vásárolni, akkor az anyukája is. Nekem mindig kell, hogy legyen itthon tejföl, én nem tudom, szerintem ez ilyen magyar dolog, mert a magyar barátaim is imádják a tejfölt, úgyhogy ezért vettem 2. Várjatok. 4 doboz tejfölt, most ebbe a raklevesbe is kell majd tejföl, illetve egyszerűen mindig kell, hogy legyen itthon, mert én szeretem a tejföl, tudom, hogy rengeteg zsír van benne, viszont tejföl, nem tudok róla mondani. Aztán, aki érzékeny a húslátványára, annak most egy kis szünet következik, mert hogy vettem csirkecombot is, ezt is ebbe a, hát ilyen karfiolos, tárkonyos, gombás, raguleves lesz, és abba vettem csirkecombot is.
Vettem egy kis csomag vegetát, aztán mi van még itt, szintén a macskának ilyen kis jutalomfalat, sima mortadella felvágott, ilyen paprikás, elem, tényleg nagyon-nagyon random módon kerülnek elő a szatyorból a dolgok, megint hús következik, figyelem, ez disznófilé, ezt szeretném majd holnap elkészíteni, simán befűszerezve és hagymával megtűzdelve, illetve fokhagymával, és egyszerűen a sütőben megsütve. Aztán van itt sajt, mi a gaudát szeretjük a leginkább. Remélem, hogy nem zörgnek annyira ezek a csomagolások, hogy nem hallotok engem. Igen, ez a szatyor is kiürül lassan. Van itt még egy sajt, a kecske sajt, ami nem tudom, hogy mi van velem nekem, amikor gyerekkoromban volt otthon kecskénk is, én ugye vidékről jövök, ha esetleg nem tudnátok, volt otthon kecskénk is, és emlékszem, hogy már a szagát is ruháltam. Mondjuk bakkecskénk volt, és azok meg ugye van egy erőteljesebb illatuk, úgymond. És mióta itt vagyok, azóta kattantam rá egy a kecske sajtra. Kecskehúst azt még mindig nem ennék, viszont a sajtot azt nagyon szeretem. Van itt még felvágott, méghozzá ilyen sonka, ezt Martin szereti nagyon, illetve ilyen kujkamell filé, ezt pedig én szoktam magamnak a szendvicsbe tenni. És azt hiszem, hogy az utolsó szatyor következik, nem, majd mindjárt körbe kell még néznem, hogy biztos megmutassak minden. Van itt ilyen zuppegeműze, hát ez ilyen levesbe való zöldség, egy kis répa szokott benne lenni, póréhagyma, egy kis petrezselyem zöld, bár ez elég megviseltnek néz ki, ez volt az utolsó darab ebből is, illetve egy kis petrezselyem gyökér. Ez is a mostani levesbe fog belekerülni. Van itt citrom, ez ugye az én kis teámban lesz, majd mindig viszek munkába is magammal egy fél citromot, mert egy fél citromot én belefacsarok egy bögre teába, nagyon-nagyon szeretem, hogyha jó citromos az a bizonyos teá, már hogyha passzol a teának a fajtájához. Aztán ugye karfiol, az említett ragulevesben. Mi van még itt? Közben itt belekerült egy zacskóba többféle gyümölcs is. Igen, ja, nem csak gyümölcs. Van itt egy karalábé, szintén a levesben. Van itt banán, még valahol van egy harmadik banán, és nem tudom, hogy hol. Illetve van itt kettő darab körte. Én nem szeretem megvenni az ilyen egy kilós csomagolású zöldségeket, gyümölcsöket, bár valamiből megszoktam, amiből tudom, hogy biztos elhasználom, mert nem szeretem, hogyha valami rám romlik. Úgyhogy inkább veszek pár darabot belőlem. Van itt alma. Ez is csak 900 g-os, mert a 2 kilós amúgy olcsóban jött volna ki árban, ugye én mindig szoktam nézni az árakat, de ezt ilyen spórolós videóban említettem már nektek, viszont minden 2 kiló alma, hogyha utána a felét kidobja az ember, ami csak tovább bosszantja, legalábbis engem nagyon szokott bosszantani, és akkor itt van még egy darab, hát itt ezt kakinak hívják, igen, tudom, nagyon vicces, nem tudom, hogy ezt otthon minek hívják, de szerintem otthon is kaki a neve, illetve 3 darab kiwi kapott még helyet, és hadd sasoljak közben körbe, itt amúgy az asztalt beborítja a vásárolt termékek hada, de azt hiszem, hogy megmutattam mindent. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, ez tényleg egy ilyen spontán food haul videó volt. Igen, szoktátok szeretni, szoktátok kérni, úgyhogy arra gondoltam, hogy miért is nem. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek. Írjátok meg nyugodtan, hogy szeretitek-e ezt a videótípust, illetve, hogy amikor ti elmentek nagy bevásárolni, akkor mire figyeltek oda, az árra, vagy inkább a minőségre, illetve az is érdekelne, hogy megveszitek-e a nagyobb kiszerelősi terméket, csak azért, mert olcsóbban kerül, mert olcsóbban kijöttök belőle. Igen, írjatok mindent, ami ilyen vásárlással kapcsolatos. Szeretem, amikor írtok kommentárt, és igyekszem is mindig válaszolni rájuk. További szép napot kívánok nektek, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!